10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat a közművelődési titkárságon, hogy érdemes volna megteremteni annak a lehetőségét, hogy a művészeti ágakban otthonosan mozgó hallgatók évente egyszer felléphessenek az egyetemi közönség előtt. Ennek az ötletnek lett az eredménye a Ki mit tud sorozat. A résztvevők aktivitásának köszönhetően évről évre sikerült egy-egy egész estés előadást színpadra állítani. 2015-ben összesen 14 produkciót láthattunk 4 különböző kategóriában. A zsűri Németh Bálint Chopin zongora előadását értékelte a legjobbnak. Bálint már 12 éve zongorázik, és fontosnak tartja, hogy vegyészmérnöki tanulmányai mellett a kultúra is az élete része legyen. Úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a kultúrához és alapvető műveltséghez, hogy legyenek ilyen rendezvények, ahol hát nem csak az van, hogy itt mint mérnökök vagyunk, és csak egy dologgal foglalkozunk, itt szakbarbárság, illetve ilyenek, hanem megmutatjuk, hogy nekünk van más oldalunk, hogy sok oldalúak vagyunk. A legtöbb közönség szavazatot Radnóti Mária kapta, aki a Vörös Malom című musical egyik részletét adta elő. Én énekeltem sok éven át, aztán az egyetem mellett ez elmaradt, úgyhogy örülök, hogy egy kicsit nosztalgiázhattam, úgymond, és hát igazából a komoly zenét, meg a verseket, ezt mind életben kellene tartani, úgyhogy igazából mindenképpen érdemes szervezni, hogy a ifjúság ezt még egy kicsit megőrizze. Magas Marti Marcell először jelentkezett a Ki mit tudra. Egy különleges produkciót, úgynevezett beatboxot hallottunk tőle. Egy jó ideje űzöm, csak pár éve volt fogszabályzom, és akkor fel kellett függesztenem ezt a tevékenységet, de most azt gondoltam, hogy kicsit visszatérnék, és főleg ezekkel a felvevős dolgokkal, tehát ez a loop, polás, angolul így hívják, hogy ezekkel próbálnék így egy személyes zenekart csinálni. Több rutinosnak számító versenyző és színpadra lépett, ilyen volt Csiszár Marian is, aki már tavaly is hastáncolt nekünk. Nagyon jól éreztem magam, tehát izgalmas volt, párom is itt volt, őt is néztem, a zsűrit is néztem, igyekeztem mosolyogni mindenkire, és azt adni elő, amit érzek. A szakértőkből álló zsűri véleménye alapján az idei évben kiegyensúlyozott, színvonalas előadásokat láthattunk. Hajas Szilárd, a zsűri tagja, arról beszélt híradónknak, hogy miért fontosak az ilyen kezdeményezések. Azért fontos, hogy gyakorolják ezt a fajta szereplést is, tehát így a színpadi szereplést, meg tudják egymásnak mutatni az értékeiket, merjék felvállalni akár saját számokkal, akár tanult számokkal, és a tehetségüket, és ezt nagy közönség számára is tudják tálalni. Az est végén Tibes és Illésfalvi Iván szórakoztatta a közönséget.